Vanderpuk utca színházi fesztivál Kolozsváron a Nemzetközi Seregszemle szeptember 6-a és 8-a között zajlik. Nyolc ország művészei lépnek fel színházi bábszínházi produkciókkal. Hogy mire is számíthat a nagy közönség, kérdezem a Kolozsvári Puk színház irodalmi titkárától, Csomb Brigittától, akit köszöntök szeretettel, szervusz! Szia, üdvözlöm a nézőket! Tehát a hányadik kiadása is lesz a Vanderpuk utcai utca színházi fesztiválnak? Idén már a nyolcadik alkalommal szervezzük meg a fesztivált. Igen, ez a nyolcas szám azért egy komoly szám, és mondhatni, hogy teljes jogú, hagyományos utca színházi fesztiválról beszélünk. Mi a titka? Abszolút azt gondolom, hogy a legnagyobb befolyása erre a közönségnek van, hiszen amiatt, hogy ők ennyire szeretik, hogy minden évben ennyien kilátogatnak a programokra, az előadásokra, és ennyire szeretik, az tudja tovább éltetni ezt az egészet, de ami még egy picit talán hozzá tesz, az a varázslat, amit így kiviszünk a színházból, a terekből, és picit közelebb visszük a közönség apraja nagyjához. Bábszínházról beszélünk, csak ugye a felvezetőmben is azt mondtam, hogy színházi, bábszínházi produkciók, tisztázzuk ezt. Többnyire bábszínházi produkciók, de egyébként zenés performanszok is, gólyalábasok is megjelennek, vannak ezek a Vándorló utca színházi előadások, ahol mindenféle kisebb ektekkel szórakoztatják a közönséget a különböző országok művészei. Mindjárt megkérdezem azt is, hogy mely országok művészeiről beszélünk, de olvastam, hogy egy premier is lesz valahol 40 méter magasan. Így van, a főtéren Szombaton 8 órától várjuk azokat, akik az akrobatikus mutatványokat szeretik, vagy kíváncsiak arra, hogy hogyan dolgozták fel a spanyolországi grupó PuHá művészei uh -huh, uh -huh. uh, Verne címmel, Verne uh, uh, néhány darabját és ezt nézhetik majd meg, ami egyébként koprodukcióban jött létre a Vanderpukkal. Igen, itt a korábbi évek Vanderpukjának képeit láthatják a nézők a háttérben. A kollégáknak mondom, hogy akár teljes képernyőre is tehetik, hiszen nagyon kedves felvételekről van szó, amelyen látszik, hogy nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is igazán szeretik ezt a rendezvényt. Na és akkor nemzetközi fesztiválról beszélünk, hány országról pontosan? Romániával együtt összesen nyolc, ugye Spanyolországból, Japánból, Lengyelországból, Csilléből, Bulgáriából, Hollandiából, Magyarországról, és Románia szerte több bábszínházból is érkeznek hozzánk idén alkotók. De jó, ez a nyelvi akadályokkal mit kezdtek, tehát ugye azért fordítani is kell az előadásokat, hogy fog működni ez? Nyelvi akadályok egyébként, ez sokszor felmerül, hogy a magyar közönség, a Színház magyar Társulat egyébként a Bánfi Palotában két előadást is játszik, pénteken is és, és vasárnap. Ugyanakkor nagyon sok, idén azt hiszem különösen sok a nonverbális előadás, ami ugye pontosan uh -huh. erre a célra szolgál, hogy mindenki ugyanúgy tudja élvezni. Illetve egyébként nagyon sokszor az a tapasztalat, hogy ez a nyelvi korlát az inkább a szülőkben, bennünk felnőttekben van meg, mert bár nem érti, az egész szövegét az előadásnak a gyerek, de őket nagyon könnyen el lehet kapni egy pillanattal, egy zenével, egy hanggal, úgyhogy ők nagyon sokszor bele tudnak kapcsolódni abba is, amit egyébként nem anyanyelvi szinten beszélnek. Biztos vagyok benne, ugye a vizuális, az azért a náluk, náluk, mindenképpen az a primér. Um, most, hogyha egy picit bemegyünk a Pukbáb színház bel tereibe, mi az ózus? Ott ül a szülő is a gyerekkel, vagy csak a gyerekül bent, vagy hogy kell elképzeljük azt a teret, mi, akik nem járunk olyan sokat? Hát mi azt hiszem, hogy az, az lenne az idea, vagy azt szeretnénk így elképzelni, hogy az a, az a mindennapi, hogy a szülő egy közös programként fogja fel, és ő is beül és élvezi azt, a, vagy megtalálja a saját maga tanulságait azokban a történetekben. Ez nyilván nem mindig van így, van, amikor csak behozzák a gyereket, elmennek, kávéznak egyet, visszajönnek, de azért sokszor előfordul az, hogy látjuk, hogy megtervezett közös program, eljönnek, beülnek, és aztán együtt törülnek a látottaknak. És gondolom, hogy látogatottság problémátok nincsen? Nincs szerencsére. Most vagyunk túl a, a Magyar Napokon, ahol azt hiszem a rekordmennyiségű nézőnk volt, és szuper jó élmény volt a gyerekekkel találkozni. 6. és 8. között zajlik ugye a Vanderpuk utca színházi fesztivál Kolosváron milyen tereken? a főtéren lesz egy nagy színpad, illetve egy pódium, aztán a Bánfi Palotában is mindhárom nap több előadásra is készülünk, és a Farkas utcában is lesz idén egy színpad, illetve a pénteki napon uh, Szászfenesen a Poligon Parkban is lesz egy előadás előadásidé. Tehát ki is viszitek Kolozsvárból ugye a Vanderpukkot? Ott van a teljes program a kezedben, hogyha egy picit szemelgetnél belőle, például a Pukbáb Színház milyen előadásokkal készül? A Pukbáb színház, ahogy mondtam, mindkét alkalommal a Bánfi Palotában játszik, majd először pénteken a Brémai Muzsikusokat uh, 7 óra 30-tól, illetve vasárnap a Pulcinella kutya baját 5 órától. Uh -huh. És melyek lennének azok az előadások, a csilei bábszínészek előadása, nem mindennapi alkalom, egy kolozsvárinak ilyesmit látni, ők mikor vannak például? A, a csilei művészeink, akik egyébként uh, Lengyelország és Csile közös koprodukció, uh, ők uh, főtéren a pódiumon 12 órától. Uh -huh. Főtéri Tehát pódium 12 órától, jó. Gondolom, hogy uh, odafönt beszéltetek az időjárással, nem lesz semmi baj mindent megtettünk, amit lehetett, reméljük, hogy a tiszteletben is tartják a kéréseket, nagyon szurkolunk. És ugye nem csak előadásokról, meg hát ilyen kinti produkciókról van szó, hanem ez szakmai találkozást is jelent, bábszínészek, rendezők között. Mit tudsz erről a vetületéről mondani nekünk? Nem titkolt cél az, hogy hogy tudjon egy olyan platform lenni ez a fesztivál, ahol, ahol, tudnak találkozni ezek az alkotók, ahogy említette is a rendezőktől a színészekig, de egyébként más, más területeken munkálkodók is, hiszen ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy találkozzunk a kollégákkal, összegyűjjünk, és, és hát nagyon reméljük, hogy ezeknek a találkozásoknak megvan a helye itt. Melyek a legnagyobb kihívásai most így a 21. század közepetáján a bábszínészek számára, vagy a bábszínházak számára, miért ne kérdezzem így, mert hogy ugye azért kihívás, hogy a mindenféle televíziós csatornákon nagyon sok rajzfilmhez, meg mindenféle vizuális anyaghoz hozzáfér gyermek felnőtt egyaránt, befolyásolja a bábszínházak létjogosultságát, hogyha így kérdezhetem, vagy sem? Valószínűleg ezt a, erre annyi válasz születne, ahány embert megkérdeznél... Mm -hmm. uh, én azt gondolom, hogy és egyébként nagyjából ezt is mutatják a korábbi évek évtizedek tapasztalatai is, hogy a gyerekeket sokszor egyébként nyilván nehezebb lekötni, de sokszor meg a nagyon-nagyon egyszerű dolgokban lehet őket megtalálni, és azt hiszem, hogy, hogy ennek az útnak a keresése, hogy, hogy hogyan újuljunk meg úgy, hogy a múltat is kellően megtiszteljük, és közben. Mindig a nézőt, a gyereket tartsuk a, a középpontban. Uh -huh. Hogyan választjátok ki, vagy rendező függvénye, vagy tudom is én, a vezetőségi kérdés az, hogy éppen milyen anyaghoz nyúljatok hozzá egy-egy következő előadás gyanánt? Ez mindig változó egyébként. Nyilván vannak, vannak közös produkciók is, egyébként most éppen készül a két tagozat, a román és a magyar tagozat között is egy. Nyilván mindig azért van egyébként a Báb egy házi rendezőnk is, aki azért nagyon sok mindent ajánl, de hát nyilván társulatvezető, ugyanúgy művészeti tanácsadó, mindenki bedobja azért többnyire a közösbe, és próbálunk minél, minél újszerűbb dolgokat és a klasszikusokat sem hanyagolva kiválasztani, hogy mik legyenek a következők. És kodik. hogyan tudjátok, ugye, hát fenntartani gyakorlatilag a gyermekek figyelmét abban a világban, amikor tudjuk, hogy nagyon nehéz lekötni, akár az egészen kicsi gyermek figyelmét is, hiszen új és új impulzusokra van szükségük. Ez azt jelenti, hogy a vapszínházi világ is megújul folyamatosan, oda kell figyelnetek arra, hogy milyen vizuálissal várjátok a gyermekeket? Ö, azt gondolom, hogy igen, de talán ami még ennél is fontosabb, az a gyerekekhez való viszonyulás és hozzáállás, hogy ne, ne tévesszük azt szem elő, hogy egyen, valamelyest egyenrangú félként kell őket kezelnünk, és meg kell találnunk azokat az utakat, ahogy hozzájuk közvetlen módon el tudunk jutni. Eddigi kiadásokhoz képest, most visszatérek a utca színházi fesztivára, eddigi kiadásokhoz képest valami újat, újszerűt hoz az idei? Abszolút, szerencsére megújulunk idénre, vagy hát remélem. Egyébként a Farkas utcai színpad az egy újítás, az okay. egy kifejezetten a 16 éven felüli nézőinknek dedikált hely lesz, úgyhogy ott olyan előadásokra többnyire inkább a felnőtteket várjuk. Illetve hát lesz egy Mad Max tematikájú autókiállítás az Universitáci, az Egyetem utcán, amit a Steampunk Transylvania jóvoltából sikerült megszervezni. Illetve hát a közös akroprodukció, amiről már beszéltem a grupó puha művészeivel, ez is, egy, ez is egy újdonság. Tavaly is voltak ugyan nálunk ők, de ez most egy egészen más, hosszabb, uh -huh. és hát majd meglátjuk, hogy mit szól. És a hát akrobaták milyen... majd lógnak a levegőből, meg, meg futnak föl a levegőben. Igen. Jó, jegyezzük meg akkor jobban a dátumokat is, és hogy bizonyos dátumokon milyen helyszíneket keressünk. Tehát ezen a hétvégén, szeptember 6 és 8-a között várjuk a nézőket. A Puk Bábszínház előadásaival többnyire a Bánfi Palotában lehet találkozni. Főtér, két színpad, Farkas utca és 100 esen is kint leszünk. És nem csak a kicsiknek, hiszen... Így van, <laughs> ez nagyon fontos. <laughs> nagyon üsúlyozni. fontos kiemelni, hiszen a Bábszínház egyenlő mértékben szól a nagyobbaknak is, sőt az igazán felnőtteknek is. Köszönöm szépen Csóborigi, hogy itt voltál. Én is köszönöm. thank you